köszöntjük kedves nézőinket az 5-10 online videósorozatában, amelyben a ház ismert arcait mutatjuk be. Elsőként itt van velünk Maczó Balázs, muzeológus, helytörténész, aki itt a házban már 2016 óta számos programot vezet házigazdaként, sétákat, kiállításokat szervezett. Mik azok a visszatérő programok, ahol a nézők láthattak, illetve ezután a nehéz helyzet után láthatnak majd téged? Először is köszönöm, hogy itt lehetek, másrészt pedig csak annyi kiegészítés, vagy nem tudom, a pontoság kedvéért, hogy ennek a helytörténeti klubnak, ami ugye itt működik a házban most már több éve, vagy lehet mondani, hogy évtizede, ugye ennek igazából én úgy gondolom, hogy Makai Szilvia a házigazdája, illetve Szebel Lidi Erzsi pesztorálta tulajdonképpen korábban ezt a klubot, illetve Rosinski Berlak is sajnos már nem lehet közöttünk. Ugye éveken át ő volt ennek a klubnak a vezetője, és tulajdonképpen én az ő hát általa kitaposott úton kezdtem el 2016-tól haladni. Hát magukról, magáról a helytörténeti klubról, tulajdonképpen ennek ugye az alapjait az Bella fektette le, illetve hát Szilvi, illetve Erzsi. Minden hónap második egyén tartunk egy helytörténeti, vagy várostörténeti, vagy általános történeti előadást. Ugye ezeknek az előadásoknak a témája történeti jellegű, de nem feltétlenül szorosan kötődik a kerülethez. És minden hónap utolsó szombatján van egy városi sét, ami viszont szigorúan, majdnem nagyon szigorúan terézvárosi témát dolgoz fel, vagy a kerület határain belül, vagy egy picit azon túl is, de minden esetre a terézvárosi kötődés az elvárás is, illetve hát fontos is, hogy tematika legyen. És hát tulajdonképpen ezek a fő programok, ezen kívül, hát amióta én vezetem ezt a klubot, majdnem minden évben azt hiszem, hogy készítettünk egy-egy várostörténeti vagy helytörténeti kiállítást itt az 5-10-ben, illetve ahol még rendszeresen meg szoktunk jelenni várostörténeti programokkal, az a terézvárosi búcsú, ugye október közepén, ahol városi sétákat tartunk. Ezekről a sétákról tudnál egy picit mesélni, hogy ilyenkor mire számíthatnak az érdeklődők, tehát hogy kell elképzelni egy ilyen sétát? Hogyha én teljesen zöldfülként egy ilyen sétára beneveznék, mire számíthatok? Nem olyan, mint hogyha elmennék egy kiállításra, és akkor ott hallgatnám, hogy valaki elmondja, hogy ezen a képen mit láthatok, ez az épület milyen, az az épület milyen. Hogy néz ki egy ilyen séta? Hát legelőször is úgy néz ki, hogy ajánlatos eljönni először az előadásra, és ott jelentkezni a sétára, mert hogy elég elistenek el nagyon-nagyon népszerűség ezeknek a programoknak, és aki az előadáson lefoglalja a sétáját, annak már nyert ügye van, és biztos befutó a sétán. Nagyon félnek be ilyen. Hát a létszámot azt mindig növeljük, most kb. 35 vagy néha 40 fős csapatokat is szoktunk indítani, ami olyan soknak tűnik, de nagyon jó a csapat, nagyon tényleg egy összeszokott közösség, és ebből soha nincs surlódás. De egyébként az ideális, hogyha egy objektív, nincs olyan közvetlen kapcsolat köztem, mint sétavezető és a csapat között, akkor szerintem egy ilyen kb. 20-25 fő az ideális csapat, de a népszerűséget azt hát meg kell lovagolni, úgyhogy emeljük folyamatosan az évek alatt a létszámot. Hát maga a séta az valóban sokkal interaktívabb, mint ha az ember elmegy egy kiállításra, tehát hogy eleve, hát azt nem mondom, hogy két oldalú kommunikáció, de akár erre is adott lehetőség van, ugye ez a kérdezés. Sokkal aktívabb, hogy mozgunk, hogy kötetlen a légkör, hogy kint vagyunk a városban, hogy jó idő van, vagy ha fázunk, akkor az kovácsol minket össze, hogy be is menjünk lépcsőházakba, tehát nem csak az utcákról mesélünk. Már az évek alatt azért elég sok, eléggé kimaxoltuk Terézváros, szóval néha úgy kell erőltetni, meg megfeszíteni magunkat, hogy jó témákat találjunk, de mindig olyan témákat igyekszünk feldolgozni, amelyek közismertek, de nem annyira ismert információkkal. Most legutóbb például, amilyen nagyon nagy sikerű séta volt, hogy ugye a reformáció emléknapja alkalmából, hogy híres terézvárosi vagy a környékben lakó református emberek. Olyan sztorikat szedtünk elő Ady Endréről, Jóni Gézáról, amit nem biztos, hogy mindenki tudott. Ugye be is mentünk azokra a helyszínekre, ahol ők effektív élték, laktak, vagy éppen meghalt Ady Endre. Ezáltal lesz az egésznek egy ilyen plusz töltete. Ugye a sétáknak a tematikáját egyébként egyrészt vagy ezt szervezi, hogy híres emberek hol laktak, vagy a várostörténet maga. Ugye itt a várostörténet majdhogy nem egy kimerítetlen kút. Ugye itt egy utca történetétől kezdve mondjuk a kávéházak történetén át, vagy az olyan elvontabb fogalmakig, mint egy augusztus 20-a környékén volt egy ilyen témánk, hogy a kenyér születése, és akkor gabonatermesztők, híres pékek, vagy József Attila, aki a japán kávéházban kenyérárusként is dolgozott,
Tehát, hogy picit úgy beleerőltetünk témákat, de hogy pont emiatt mindig olyan infók kerülnek elő, amelyek nem is nagyon közismertek például egy-egy szeméről. Olvastam ennek a reformáció tematikájú sétának a leíratát, és én egyáltalán nem éreztem erőltetettnek. Nyilván te is úgy érted, hogy erőltetett, hogy keresgélni kell olyan érdekes infókat, ami emberközelivé teszi, illetve megidézi a hely szellemeit. És ennek kapcsán kérdezném, hogy néz ki a kutatómunka a felkészülés részedről egy ilyen séta előtt? Bemész a levéltárba, és... Hát, ha be tudok menni, nem minden vírusos helyzetben. Hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy tehát én 13 éve ezt csinálom tulajdonképpen, szóval már így megvan a rutin, hogy hova kell nyúlni, nekem is csomó könyvem van otthon, igyekszem olyanokat beszerezni, amiket tényleg kényelmesen csak leveszek a polcról és otthonról. Hát hál' Istennek az utóbbi 4-5 évnek a szenzációja, hogy rengeteg minden digitálisan online tartalomként elérhető interneten. Tehát például a könyvtározást azt most hát tetszik vagy nem tetszik, de már lassan ki lehet jelenteni, hogy majd, hogy nem ki lehet hagyni, mert hogy rengeteg minden online otthonról elérhető. Gondolsz itt a Széchenyi könyvtárra? Hát én azt Szabó Ervinbe járok, igen, az Árkánumra gondolok egészen konkrétan. Ugye ott ugye a könyvtárak esetében nem csak a könyvekre kell gondolni, hanem folyóiratokra, ami számomra mind forrásokkal hasznosabb, és az Árkánumon rengeteg újság, napilap, fővárosi közlöny, közgyűlési iratok fent vannak digitálisan elérhető, ráadásul kulcsszóra lehet keresni, szóval hogy azért ez egy óriási könnyebbség, és hát hónapokat vagy heteket veszel, vagy igen, a kutatási időszakból. Hát ugye a témákat már alapvetően azért igyekszem úgy megválasztani, ami ugye fejemben, mint szikra érzem, hogy benne van. Tehát, hogy ezt csak lángra kell lobbantani. Onnantól kezdve tényleg a felsorolt infók, tehát internet. Most már is nem szeretem, de így a legkényelmesebb lesz, hogy internetről az ember csomó mindent kikutat. És hát ritkábban, de azért az is előfordul, mint például ezen az emlegetett reformációs sétán, ami egy nagyon nagy élmény volt, hogy az egyik séta résztvevő, ugye a saját nagyapjának a történetével kiegészítette ezt a sztorit, ami egy baromi jó történet volt. És hát ebből én is tanulok, és utána néztem, hogy ki is volt az Alif Aurél, aki egy mineralógus. Szóval, hogy ezzel az áldául, nem tudom, hogy a forrás felhasználás az nekem is bővül. De levéltárazni már nem nagyon szoktam, mármint hogy az ötös tíz számára. Ugye a levéltár annyiból volt érdekes, hát amíg szabad volt menni, hogy inkább a tervrajzok, tehát a tervtári anyag volt az érdekes, amelyeket az ember kikér, akkor nem csak látja az eredeti homlokzattervet, meg alaprajzot, hanem egy csomó infót meg tud róla, hogy ki tervezte, ki építette, hányszor tervezték újra, milyen tervmódosítások voltak. Ezek újabban azért maradnak már ki, mert hogy ezek a klasszik város történeti, háztörténeti séták, ezek már lefutottak így az évek alatt, tehát hogy most már inkább így a egyéb elvontabb témákat dolgozunk fel a séták során, és az egyébként policia a helytörténeti klubnak, hogy egy sétát csak egyszer tartunk meg, tehát minden hónapban tulajdonat új témával kell előkülni. Tényleg egyszerű és megismételhetetlen az élmény. Nem is megismételhetetlen, de egyszerű. Mi beszéltünk erről, hogy a 6x6-kor keretein belül, ugye, ha jól mondom, tanácsos részt venni egy gyors talpalom, mielőtt az ember elmegy egy sétára, ebben a megváltozott helyzetben azonban nyilván erre nincs lehetőség, hogy személyes előadásokat hallgassanak az érdeklődők és ott jelentkezzenek a sétára. De ugye lesz előadásod az online térben is, hamarosan, ha jól tudom, illetve készülsz egy sétára is, ahol virtuálisan meginvitálod az érdeklődőket, és egy fejkamerán keresztül fogod közvetíteni a látottakat, ha jól tudom. Erről tudnál egy kicsit mesélni? Hát ettől azért nagyon félek. Ezt most rögtön az elején hozzátenném. Ugye ez egy teljesen új formáció. Benne még meg kell találni önmagamat is. Szóval, hogy igen, hát most ugye a tavaszi karantén időszak alatt sajnos a programok elmaradtak, amit nagyon hiányolt mindenki. Én is, úgy a klubtagok is, meg hát nyilván ugye teljesen rossz szituáció volt az a pár hónap, és hát talán pont ebből kiindulva találtuk ki, hogyha szeptembertől, nehogy Isten, újra bekövetkezik a krach, akkor online térbe visszük át ezeket a helytörténeti dolgokat, és hát sajnos ugye most jött el az alkalom. Tehát a novemberi előadást még meg tudtuk offline tartani, és akkor a séta az most online készül. Hát igen, ott nekem annyiból nehezebb lesz, hogy nem lesz kinek beszéljek. Kicsit hülyének fog tűnni majd az utcán, hogy egy kis kütyű előtt majd így magamban beszélek,
de remélhetően jól fog sikerülni. Maga a tematika az marad, tehát hogy ugyanaz a téma, amit megkérdettünk, csak nem csapattal, hanem önállóan fogom felvenni, és ez ugye a Facebookon lesz szerintem majd elérhető az 5-10 oldalán. És hát ami talán kevésbé lesz majd macerás, az a, az a decemberi előadás, ami szintén átkerül a virtuális térre, ahol mintha ott lennénk kedden 6 órakor, december 8-án csak mindenki a monitor előtt fog ülni, meg én meg egy kamera előtt, és hát így lesz majd remélhetően élvezhető az előadás. Hát én nagyon remélem, hogy jövőre azért vissza tudunk térni a normális rendre, több szempontból is, azért mégiscsak jobb így fizikailag találkozni emberekkel. Mesélted ezt, hogy milyen szép pillanat volt, amikor valaki egy rokona kapcsán elmesélt egy történetet egy sétán, és így a te tudásod is bővült, hogy van-e más olyan szép pillanat, emlékélmény, ami az 5-10-hez, vagy az 5-10 keretein belül rendezett valamelyik programothoz köthető? Nagyon sok ilyen szép pillanat van. Nekem nem tudnék egyet kiemelni. Nekem a legszebb pillanat az, hogy ez tényleg egy olyan jó csapat, hogy én, tehát amikor így előadásom, de főleg a sétán, hogy ott még közvetlenebb a viszony, hogy egy ilyen oda-visszáradó, nem tudom, szeretett hullám így pattog közöttünk. Maga a csapat is, én úgy veszem észre, hogy kis mikro egységek, amik egyre jobban összekovácsolódnak, hogy barátságok, barátlőségek születnek, hogy együtt aggódunk, ha valaki beteg, hogy sajnáljuk, ha valaki éppen, mint a közelmúltban is volt erre sajnos példa, elhunyt, hogy jönnek a karácsonyi ajándékok oda-vissza, így a decemberi előadáson vagy a legutóbb Gabitól kaptam egy doboz C-vitamint, mert hogy vigyázzak magamra. Szóval, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon-nagyon kedves pillanatok, amiért hát én nagyon szeretem ezt a klubot vezetni. Nézőinktől azt kérjük, hogy kövessék az 5-10 Facebook oldalát, illetve mindenképpen csatlakozzanak be erre a virtuális sétára is. Az 5-10 online programsorozatot rendszeresen bővíteni fogjuk, és minden héten újabb vendégekkel jelentkezünk, hogy továbbra sem maradjanak programok nélkül. Balázs, köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! További érdekes beszélgetésekért, online tartalmakért, közvetítésekért, koncertvideókért kövessenek minket, lájkoljanak és iratkozzanak fel YouTube csatornánkra is!